testrészekkel foglalkozunk. Nagyon fontos, hogy tudjátok, mely testrészetek hol van. Ez szükséges ahhoz, hogy jól tudjatok tájékozódni a könyvekben, füzetekben, és hogy ügyesen megtanuljatok írni, olvasni és számolni. Ma segítségül hívtam Kincsőt és Zalát. Egy mozgásos dalt hoztunk nektek. Kezdhetjük? Járjam. Fejem, vállam, térdem, bokám, térdem, bokám, térdem, bokám. Fejem, vállam, térdem, bokám, térdem, bokám. Orrom, fülem, szemem, szám. Erre repült egy gyönyörű pillangó, nagyon elfáradt. Megpihent Kincső egyik testrészén. Zalán, meg tudod-e mondani, hogy Kincső mely testrészén pihent meg? A vállán. Nagyon ügyes vagy. A pillangó tovább repült. Megint nagyon elfáradt. Zalánon is megpihent. Kincső mely testrészén pihent meg? A kezén. És azt meg tudod-e mondani, hogy a jobb vagy a bal kezén? A bal. Nagyon ügyes vagy. Találjatok ki ti is ilyen feladványokat, és játszatok! Egy mókás játékot hoztunk nektek, melyben a színeket és a testrészeket is gyakorolni fogjuk. A gyerekek feladata, és a ti feladatotok is otthon az lesz, hogy egy adott színű dolgot egy adott testrészhez emeljetek. Kincső, tiéd lesz az első. Azt mondom neked, narancssárga orr. Nagyon ügyes vagy. Zalán, a tiéd az lesz, hogy lila fül. Nagyon ügyes vagy. Találjátok ki ti is ilyen mókás feladványokat. Sziasztok!